Matthias Corvinus Kollégium legfontosabb célja, hogy olyan programokat biztosítson a fiatalok számára, amely segít tehetségük kibontakozásában. Egy élethosszig tartó tanulási folyamatot biztosít intézményünk az érdeklődők számára, és ennek legelső lépcsőfoka a Fiatal Tehetség Program, mely ugye már 4 éve nagy sikerrel fut Beregszász városában. Ennek második lépcsőfoka a középiskolás program, KP, ahogy mi hívjuk, mely nagyon nagy örömünkre végre megérkezett Kis-Kárpátaljánkra, és ezzel is szeretnénk segíteni a tanulókat, akik szeretnek tovább tanulni, és helyben szeretnének úgymond egyetemre, főiskolára, nagyon jó eredményekkel és egy biztos alappal elindulni. Az ő tanulmányaikat szeretnénk segíteni, és egy kicsit iránymutatni számukra. Nagyon fontos a nyelvtanulás, az, hogy az idegen nyelvek mellett az államnyelvet, tehát az ukrán nyelvet is a megfelelő szinten sajátítsák el a diákok. Ezért egyik missziónk az, a Fiatal Tehetség Programtól kezdve a KP-n át, hogy a nyelvi laborban a fiatalok olyan képzést kapjanak, mely a kommunikációs kompetenciájuk mellett a lexikális tudásokat is a megfelelő szintre tudják emelni, az szerint, hogy ők éppen melyik egyetemi szintre szeretnének orientálódni. Ez azt jelenti, hogy a Fiatal Tehetség Program után a KP-n belül is a nyelvi laborban olyan képzést kapnak majd a diákok, amely segíti őket abban, hogy a felvételi folyamán az ukrán egyetemekre, főiskolákra pozitív eredménnyel tudjanak úgymond startolni. Az MCC-n belül a KP program már több éve működik. Ez azt jelenti, hogy Magyarország különböző központjaiban már nagy sikerrel fut a KP program. Beregszász városában nyitotta meg Kárpátalján legelőször a KP és a kapuit az érdeklődő fiatalok előtt, de elárulhatom azt a titkot, hogy szeptembertől más városban is elérhetővé válik ez a program, és nem pilot projektnek mondanám abból a szempontból, hogy a KP már tényleg hagyományosan évek óta nagy sikerrel működik a középiskolás körében Magyarországon, viszont valóban pilot projektként kell a szempontból értenünk, hogy Kárpátalján ez a legelső központja, és egy kicsit mégis más az MCC-n belül a kárpátaljai helyzet, hiszen mi tényleg arra törekszünk a képzésekkel, a programokkal, és a különböző feladatokkal és segítségekkel, hogy azok a fiatalok, akik középiskolások jelenleg szeretnének tőlünk segítséget, egy segítő jobbot kérni, mi speciális tudjuk abban a szempontból számukra tényleg megfelelő módon segítséget is nyújtani, hogy a helyi iskolákba, a helyi felsőoktatási intézményekbe ők valóban be tudjanak jutni, és sikeresen tudják a középiskola után az egyetemi éveiket elkezdeni, és reményeink szerint a későbbiekben az MCC egyetemi programjába is tudjanak betekintést nyújtani, illetve részt venni. Nem ilyen szinten kapcsolódnak be az ukrán nyelvtanulásba, hanem egy nyári táborba. Van nálunk közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, modernkori történelem. A középiskolás program ugye a 10.-11. osztály célozza meg itt nálunk Kárpátalján, és egy nagyon érdekes szombati délutáni foglalkozásokon, illetve távoktatáson alapuló képzés, ami arra fókuszál, hogy az olyan ismereteket, amiket középiskolában mondjuk a tananyagban nem sikerült teljes mértékben beépíteni, azokat valamilyen szinten plusz módon átadja, ezzel is segítve a továbbtanulást, főiskolákra, egyetemekre való előjelentkezést. Ugye első körben az nagyon fontos, hogy a nyelvi készségek fejlesztése is a középiskolás programban elérhetővé vált, így az ukrán és az angol nyelvi kurzusok különböző szinteken megvalósulhatnak, valamint jelenleg 10 különböző modulból lehet választani az e-learning képzéseken, és mindenki személyre szabottan eldöntheti és kiválaszthatja, hogy mi az, amiben szeretne fejlődni, és hogy közgazdaságtan, modernkori történelem, jog, íráskészség vagy egyéb tematika az, amiben ő legszívesebben fejlődne, és ezeken az online találkozókon heti rendszerességgel kaphat személy szerint is, illetve közösség
építés szempontjából is elérhető tananyagokat, amiket, hogyha kiválaszt, akkor hát jó esetben végig is visz, és már választhatja is a következőt. Alapvetően ezek az e-learning képzések is úgy épülnek fel, hogy sok videóanyagot, sok előkészítő anyagot az adott szakterületnek egy kiváló előadója készít elő, és így válik elérhetővé az online térben is, valamint a különböző találkozókon, klubdélutánokon is szeretnénk azt, hogyha olyan emberek tartanák a képzéseket, akik a saját szakterületekben elismertek, illetve a fiatal, hát mondhatjuk ennek a középiskolás korosztálynak egy példa lehet, valamint hát ki kell emelni azt is, hogy egy cél az, hogy a vidékünk, hát mondjuk azt, hogy tágabb helyszíneit is megismerjük. A középiskolás program a KP plusz túrák alkalmából szeretnénk azt, hogy minél több helyre eljussunk Kárpátalján, a fiatalok megismerjék Kárpátalját, a nevezetességeket, történelmét, és a programon belül ennek is van lehetősége.